Sziasztok! Sziasztok! A majdnem 100 éves Helms Bakerynél vagyunk. És ebben a régi történelmi Art Deco épületben nagyon híres éttermek, lakberendezési stúdió, galériák vannak. De minden a pékséggel indult, nagyjából 1930 körül. Szőnyegház és különböző stílusban bútorok, és mi nagyon szeretjük a kaliforniai stílust, mármint a lakberendezési stílust. Úgyhogy ezért vagyunk kíváncsiak, hogy milyen bent a kínálat. Azt nem tudom, hogy honnan jön ez a zavaró zúgás. Nagyon tetszik nekem ez a stílus. Imádom, amikor a bőrgarnitúra ilyen dohányszínű. Gyönyörűek a lámpák és a bútorok is. Exkluzív darabok. Ez a szék, ez például 2000 dollárba kerül. Nagyon finom, elegáns. Nem csak szép a tiszta lány. Igen, a csapok is nagyon különlegesek. A szék kompleta. Tényleg nagyon különleges, fantasztikus. Ez már egy másik üzlet, szintén lakberendezési. Még most nyitnak, mármint hogy reggel korán van. Mi vagyunk az elsők, akik bejöttünk ide. 400 dollárba kerül egy egység, és akkor úgy rakod össze, oda dobálod, hová akarod. És elképesztően finom anyaga van. Nagyon tetszik. Akár egy pici lájtos színű, de ugyanaz a design, csak egy kicsi lájtos. Ez is jó. Annyira jó, különleges dolgok, hogy látszik, hogy mindek egyedi, igen. És hatalmas területen. Ilyen design raktár. Tényleg nagyon különleges a stílus. A lámpatartó egyben van az ágynak a keretével. Ez a fal milyen érdekes így könyvekből. Nagyon jó ötletek vannak, tényleg lehet meríteni ezekből. Nyilván most csak egy kis szeletét tudjuk megmutatni, de nagyon érdekes. Bőven el tudnánk még itt időzni. És itt a falon van egy kis ismertető a helynek a történetéről. Itt meg lehet tudni, hogy akkor ez mitől olyan történelmi ez a hely. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy egy egykori ilyen kenyérgyár épülete, és akkor azt alakították át. Még a parkolója is milyen. Eddig ez a kedvenc élelmiszerüzletünk. Semmi extra, kis átlagos élelmiszerüzlet. De nagyon finom, például a bagettjük. Gyors bevásárlás az ebédhez.
ez egy picit magasabb árfekvésű, mint ahol voltunk az első videónkban, az első Los Angeles-iben, a Ralphs. De nagyon jó friss az árujuk, úgyhogy megkedveltük. Keskeny kis utcák, és kanyargunk jobbra-balra, keresnénk egy olyan helyet, ahol kinézhetnénk. Hihetetlenül hangulatos, és mindenkinek olyan panorámája van. Sikerült megállni, úgyhogy most láthatjátok. Ott van a hegy oldalban a Hollywood felirat. Olyan, mint hogyha egy kis faluban lennénk. És minden házikónak a kilátása az gyakorlatilag a Hollywood felirat. Azt a pontot keressük, ahonnan a legjobb a kilátásra. Lehet. Szerinted? Lehet. Kimenni, nehogy blokkol vagyok. Nem, itt, ahol lefele lehet. Magyar, ez ilyen kis mese. De durva. Mindig egy helyt találok, amely... Igen, megtaláljuk a... Mindig ez a... legkülönlegesebbet. Szép kis házikók vannak. Hegyvidéki. Én kis boszorkány. Boszorkányház. Nagyon jó az építkezési stílus. Volt egy kutya? Minden erről a pontról is nagyon szép a kilátás a városra. Ezeknek a házaknak már a hátsó kertje a Hollywood felirat. Pont takarásban van a fától, nem látszik. Talán, hogyha itt... Ó, ott van fent, igen, ott. Ott van! Innen nagyon jól látszik. Közelebb hoztam. Nagyon szép a hely, igen, jó. Ó, ott van szemben, de jó. Hú, ez eddig itt vagyunk. Ez ez. Látom? Rengeteg figyelmeztetés van itt. Ott is a táblán, hogy $1000 büntetés. Nem tudjuk, hogy mit lehet, mit nem lehet. Hát ugye cigit eldobni biztosan nem, mert ugye az erdőtüzek veszélye miatt. De ennyire közel még nem voltunk a Hollywood felirathoz. Itt vagyunk, itt állunk alatta. Az ő házuk erre néz pont, onnan fentről. Addig jöttünk, mentünk, még meg nem találtuk ezt a pontot. A lehető legközelebbit. Ott abban az utcában, ott a magas pontján látjátok az autókat, ők mint turisták, és onnan nézik a feliratot. És ott fent a hegytetőn szőlőültetvények vannak. Ilyen a kilátás balra a parktól, szemben a szőlő, és egy picit tovább, itt a park fölött, ott van a Hollywood felirat. Rengeteg kocsi várakozik, ebben a kis zöld parkban lehet ejtőzni, és akkor felnézni rá. Úgy látszik, hogy jól ismerik a turisták, mert sokan vannak itt. Ide érdemes benézni, hogyha szeretnétek nagyon közelről látni. Lehet hozni kutyust is.
Nagyon pazar a kilátás ott a szőlőtőkékre a hegyoldalon. Az egész világ erre a táblára kíváncsi, erre a feliratra, és itt a hátunk mögött lévő házban. Ez neki 24 a nappaliból 24 órában, igen, az a kilátás. Nagyon vadregényes, szerpentines a táj, keskeny az út, úgyhogy aki kocsival jön, már pedig gondolom mindenki, annak oda kell figyelni. A századik kanyarnál tartunk. Nem. És én mindig úgy érzem, hogy inkább felfele megyünk, mint lefele. Turista csapda. Are we lost? No. We have a GPS. De még marha magasan vagyunk. With the GPS, we are never lost. Igen. Hova beépítkeznek az emberek? Egyelőre. Mit akarsz kipróbálni? Az In-N-Out Burger. Mitől különleges? Nem tudom, csak azt mondják, hogy jó. Itt van csak? Itt Kaliforniában? Meg Arizonában. Csak egy-két államban van? Mekkora sor van, hogy ott van az étterem, és itt kell leadni a rendelést. Vannak egy páran előttünk. One strawberry, one vanilla. Yes. Anything else? A small size, if you have any small. Yeah. Anything else? That would be all. So two cheeseburgers with onion, one fry, a strawberry and a vanilla shake. To eat in the car, to take home? Yeah, in the car. In the car? It's gonna be $14.84 at the first window. Okay, thanks. $3 a sajtburger, a sima 2.75. Ami nagyon szimpi nekem, hogy írja kalóriát. Uh-huh. Sült krumpli meg $2. De nem látok semmi extrát, tényleg. Daddy, there... Fűszak van kint. Itt van. Szívják a füvet. Igen. Nem is rossz. Nagyon jó a hamburger, jó? Nagyon finom. Nekem a sült krumpli egy picit száraz, jó lenne, ha adtak volna sót, de a hamburger, Ez nem McDonald's. Ez nagyon nem. Olyan, mint egy jó házi hamburger. Tudtam, hogy jó, mert a barátaim Floridából mondták, hogy már megkóstolták. Kik már voltak itt Kaliforniában és próbálták? Hát köszönöd meg nekik, mert ez tényleg nagyon finom volt, örülök, hogy megkóstoltuk. Hazaugrottunk, hogy legyen egy kis ebéd, már készül a pörkölt. És áthívtuk a szomszédasszonyt egy kis béliszkörre. Egészségedre, Mari! Figyelj ide, mit csináljunk este még, ami Los Angeles? Mit ajánlasz nekünk, mert te idegenvezető fények, vagy, te mindent fények, tudsz, mindent is lesz. Imádom az esti fényeket. Az esti fényeket? Igen. Hova menjünk? Hát szerintem először menjünk az obszervatóriumba. Jössz velünk? Én nagyon szeretnék, ha lehet. Becsatlakozhat, Mari, mint idegenvezető? És nem kedves. Az obszervatórium, ezt már hallottam. Ott nagyon, az nagyon szép, tehát maga az épület nagyon szép, este is kivilágítva, meg onnan mindent, az egész város látható. Mennyire biztonságos? 100%-osan, semmitől sem kell félni, nem. Onnan hazafelé jövet még a Rodeo Drive nagyon szép, kivilágítva. Sok magyar lakik itt Los Angelesben, vagy itt a környéken? Hát a környéken is tudok egy párat, de nem járunk össze. És tehát azt mondják, hogy kb. 100 000. Tényleg? Magyar. De van ilyen magyar közösség, vagy klubház, vagy ahol így összeszoktatok jönni? Van. Úgy hívják, hogy Magtár. Uh-huh. A Magtár, ahol majdnem minden szombaton volt valami program. Zenés program, vagy ha magyar ünnep volt, akkor az a kapcsolatos program, gyerekeknek valami, karácsony, szilveszter. Van ilyen kis klub, ugye? Van egy kis, igen. Az nagyon jó. Nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan járnak oda. Úgy beszéltem a Dinával, hogy meglepődtünk egy picit. Egy kicsi, hogy mennyire csak hajléktalan? Hajléktalan. Ó, igen. Ne tudjátok meg, az utóbbi időben, én ugye 9 éve vagyok itt, akkor is voltak már,
de itt a környéken szinte alig volt. Gyakorlatilag, amikor így jöttünk ide erre a szép környékre, végig sátrakban ott voltak. Ez borzasztó. Nincs erre törvényileg semmi megoldás? Semmi. Nem akarnak bemenni, van nekik házuk, amit építettek, hogy oda bevigyék, próbálnak, hogy csak egy helyen legyenek, tehát hogy ne össze-vissza, de... De a város minden pontján ott igen, vannak. De egyszerűen a rendőröknek nincs joguk, addig, amíg nem csinálnak valami rosszat, őket elkergetni. Érdekes nekem, hogy fura, és hogy nem egy sátor, konkrétan mi látom, ez nem egy sátor, egy sárok, tábor. Egy sárok, egy ilyen... Ugye, ahol volt a vendégházam, amit szintén ugye kiadok, a kapuba befészkelte magát egy ilyen csöves. És neked és van jogod onnan el? Nem. Nem. És akkor szóltam egy ismerősnek, hogy segítsen már, és akkor ő hívta a rendőrt, azt mondta, hogy semmit nem tehet. Adott az illetőnek 10 dollárt, hogy többet ne lássa ott. És így elment. Egyszer ugye itt jó az idő, az emberek éjjel-nappal kint tudnak lenni a szabadban, nem kell attól tartani, hogy megfagynak, mint mondjuk Budapesten, egyszerűen, és jönnek tömegével. Tudod, mi még ami érdekes, hogy Floridában ugye alacsonyabb a minimálbér, kevesebbet lehet keresni, ugyanazzal a szakmával, amivel igen, mondjuk Kaliforniában, uh-huh, de hát itt nyilván meg több a költség, főleg ugye a lakásbérlések. Annyira szeretném tudni, hogy itt átlag szakmákkal mennyire lehet kényelmesen élni? Ha eladó vagy, meg ilyen egyszerű munkát végzel, abból nem tudsz fenntartani egy lakást egyedül. Általában barátnők, vagy egy pár tud bérelni, tehát minimum 2 fizetés kell ahhoz. Hát ez szerintem Floridában is így van, nem? Ott is kell a 2 fizetés azért. Hogy nyugodtan ki tud bérelni egy lakást. Mennyit bérelni mondjuk egy átlagos lakást, ami tudom, egy 2 hálószobás? Figyelj, ez csak attól függ, hogy hol vagy. Uh-huh. Ugye most mi, ahol mi vagyunk, itt ezen a területen egy hálós az egy ilyen 2000 dollár körül van, kicsit lett, kicsit följebb. De itt a szomszédban például egy társasházban azt tudom, hogy 2008 meg 2009-ért adnak ki egy 2 hálós lakást. De akkor egy jó 1000 dollárra mondjuk drágább. Több mindenható? Igen, igen. Ja. De nagyon sokan szobát bérelnek. Én például adtam ki szobát még a vendégházban 1300-1500 dollárért, de mini lukat adtam ki. Akkor egészségünkre jöhet az esti program. Mari, mielőtt elindulunk akkor a városnézésre, igen, hogy elmagyaráztak nekem a mi nézőink, hogy hát nem véletlenül épülnek itt fából a házak, a földrengés miatt. De hát figyelj, én floridaiként, nekem ez fura, mert ugye nálunk épp igen, az, hogy nem igen, lehet fa a hurrikánok én miatt. Pozdorja lapra, először rátesznek egy olyan, mint a szuroklap, uh-huh, amit lehet látni, hogy ilyen fém hálóval erősítenek oda. Odafogják, igen. És akkor erre jön egy malter... Malter réteg? Malter, igen, a malter réteg, ami úgy megköti, rücskös lesz, és utána tesznek rá még egy réteget, amitől olyan szép lesz. És akkor, hogyha földrengés van, nyilván hát így... Ha földrengés van, itt nagyobb az esély az embereknek, hogy túlélik, mert uh-huh, a fának nincsen akkora a súlya, meg mozgékonyabb is, tehát nem úgy dől össze, mint egy téglaház, ami teljesen össze tud dőlni. Mint ahogy most Floridában, ugye igen, Miami-nál összedőlt egy igen, ház, igen, igen, de hát nálunk látta, vinné a hurrikán, ugye, hogyha igen, fából igen, készülne. Igen. Na, menjünk város nézni, van, mert besötétedik. Nálunk ott Floridában, például Miami-nál, ugye úgy van, hogy van 2 nagyon szép utca, és arrébb mész 2-vel, és akkor már indul a buli. Igen. Kezdődik igen a csúnyább rész, aha, az ilyen elég gyakori látvány. Uh-huh. Itt is gondolom azért vannak kevésbé szép negyedek. Hát vannak, de azért figyelj, tehát az ember azért nagyjából tudja, hogy hova lehet menni. Én a magyaroknak mindig, hogyha engem hívnak meg, amikor ide jöttek, mindig mondtam, hogy szasz elébe nem szabad menni, mert az a legveszélyesebb. Ha híradót nézek, akkor mindig ott lövöldöznek, megölnek, valami mindig rossz történik. Kik laknak ott? Miért olyan veszélyes? Vagy miért olyan balhés? Nem tudom, de főleg feketék laknak ott.
nyilván nem csak feketék és nem rasszizmusból mondom, de egyszerűen azon a környéken folyamatosan van valami balhé. Ha valaki szállást foglal, inkább azért mondom, hogy azon a környéken véletlenül se foglaljon. Biztos, hogy nagyon olcsó, biztos, hogy nagyon rossz is lesz, tehát a jó minőséget sehol sem fog találni. Itt ment a Beverly Hills 92. A sorozat? Itt készült? Igen, igen, a kávézóba. Most jön a Paramount Picturesnek az épülete, itt mindjárt mellettünk balra, és két bejárata van, és ugye, mint tudjuk, az alapító tagja az a George Zucker volt. A magyar származású rendezőfilmes. Rendező, aki előzőleg ugye Szabó volt, és Szabóból lett rendező, és kialakított ezt az óriási komplexumot, ami valahol, valamikor, amikor elkezdték, itt még csak szőlőültetvény volt. Ez a kapuja. Ez az egyik. És van egy másik bejárat. Igen, és akkor van a másik lámpánál egy másik bejárat. És ez itt mind filmes terület. És ez végig a Paramount Picture. És itt a kapu. Ó, milyen szép a dele. És az utca másik vége lámpáig tart. Nagyon szép. Hatalmas területen. Mennyire multikulturális város Los Angeles? Szerintem ez a legnagyobb a világon. Itt mindenféle ember létezik. Igaz, hogy ugye a legtöbben mexikóiak, nagyon sok az ázsiai, és ebből kifolyólag például a kajájuk. Minden sarkon van valamilyen típusú kaj. Rengeteg mexikói étterem van. Rengeteg. Ugyan így a templomokban is vegyesen járnak. Nagyon sok helyen nincs az, hogy most csak a feketék, csak a fehérek, csak az ázsiai. Mindenki megy mindenhova, és nekem ez nagyon tetszik, ez, ami itt van, és... Szereted? Én nagyon szeretek. Ez az én hazám, sajnos. Ez van. Kezd sötétedni. És megyünk fel akkor a hegyre, az obszervatóriumhoz. Igen. Ez időjárás? Imádom. Uh-huh. Imádom. Nyár közepén vagyunk, igen. És este hűvös van. Ilyen friss levegő, ami nem... Soha nincs az a forróság ezen a... Hát már nincs pára, mint Floridában. Ami koszos, ezek az emberek, amikor ilyen... A gyönyörű esti fények. Még látszik a naplemente is, nézd meg, gyönyörű. Gyönyörű. És látod ott lent azok az utakat, ott lent, ott szoktak hájkolni az emberek. Ott mennek túrázni a hegyek között. És a lányom is idehozta őket, ezeken az utakon itt jöttek le föl. Hát igazából pár éve volt egy nagyon nagy tűz, amit Malibut is leégette, és itt is, ide is elterjedt, és az embereket úgy mentették, és itt például van ez a fa, ez akkor égett le. Tehát majdnem leégett az obszervatórium? Itt nem volt olyan nagy tűz, tehát nem úgy, mint a Malibunál, de itt jönni kellett a mentőzéknek, a tűzoltóknak, és vinni őket ki, mert veszélyes volt. Tehát féltek, hogy gond lesz. Amikor idegenvezetést csinálsz, akkor angolul is, vagy csak magyaroknak? Egyelőre csak magyaroknak csinálom, de már egész jól megy az angol, úgyhogy most szervezzük azt, hogy külföldieknek is tudjam megmutatni a várost. Szuper! Sajnos csak a felirat látszik, igen, hogy James Dean. Szobor maga nem. Látod az egy planet. Micsoda? Egy planet, lehet. Mi láttunk egy bolygót látsz? Én a városi fényeket csodálom. Egyszer. Gyönyörű. De az ott megy, az szerintem az repülő, uh-huh. Nem? Az repülő. Az is repülő. Az repülő. De az est hajnal csillag ott van. Azt szerintem egy constellation. És ott a távolban a város központja. Rengetegen vannak. A teleszkóphoz nem lehet felmenni, biztos a vírus miatt. Nem vagyunk szerencsések. De szerencsések vagyunk, mert nagyon szépet láttunk. Gyönyörű. Az esti fényeket. Nem tudunk felmenni a tetőről a teleszkóppal. És erről az oldalról jobban látszik a belvárosi rész.
Ez valami elképesztő, nem hiszem el. Mennyire nagy. Gyönyörű. És innen látszik, hogy mennyire nagy a város. Igen, így egybefolynak. És ott a legmagasabb torony, az a Sky Space, ahova régen vittem az ügyfeleket. A 70. emeletről le lehet csúszni a 69-re egy üveg csúszdán, gyerek. Tényleg? Igen. Hát félelmetes. Én lecsúsztam egyszer, de többet nem merek. Ennyi. De gyönyörű, ugye? Csoda. Ha úgy veszük, ilyen települések összessége, ahogy egybefolynak. Igen. Ugye, itt több település van, mondjuk ugye Studio City, mit tudom én, Van Nuys, akkor a Beverly Hills, akkor West Hollywood, egy csomó mindennek külön neve van, de mégis egybe vannak. 1-2-3 őzike, nézzétek meg, Los Angeles közepén egy parkban. Ki gondolná, hogy egy nagyvárosban itt vannak? És ott egy vadkutya, vagy prérikutya? Prérikutya. Okay. És még egy érdekesség Los Angelesből, ebben a hotelben randizott Marilyn Monroe Kennedyvel rendszeresen itt találkoztak, itt vettek ki szobát. Ha tankoltok, akkor nagyon ajánlom, hogy menjetek be benzinkútra, fizessetek be egy bizonyos összeget, amit gondoltok, hogy belefér az autóba, és akkor, hát nem tudom pontosan, mindegyiknél változik, de olcsóbban jöttök ki. Tehát olcsóbb akkor készpénzzel tankolni, mint kártyával fizetni. Igen. Itt most 4,29 a 89-es benzin. Szerda este. Ekkora élet van a városban. Szerda 10 óra 20. És milyen... Pörög a város. Van. Ez itt, ahol az a béka van, ez a Chaplinnek a stúdió. Ja, lehet látni a Chaplinnek a festmény az egyik ajtó. Megmutatom nektek most a Sunset View-t, itt megyünk el mellette. Mindjárt közvetlen a Guitar Center mellett van, és annyit kell tudni róluk, hogy magyarok vezetik. Azt mondja Mari, hogy lángos nincs, de azért vannak magyar ételek, és élő zene szombatonként. Most jön az a hely, ahol Eddie Murphy-t felfedezték. Jaj, ez annyira jó ez az étterem, milyen hangulata van. Most mutatok egy épületet, ahol például Shernek és Elton Johnnak van egy lakása. A Whisky Go-Go itt jön a sarkon mindjárt, és a tankcsapda is itt lépett föl háromszor. Annyit kell tudni, például a Guns N' Roses és több híres ilyen énekes itt fedezték fel. Itt ez a tankcsapda, ez. Ez a Greystone Mansion, ez csak a kapuja, a bejárata. Igazából ennyit látunk belőle, nem innen, nem innen van a bejárat tehát a turistáknak, hanem oldalról, és fönt, legfölül van egy kastély, ahova be lehet menni, rengeteg filmet forgattak, állatkert van, gyönyörű a parkja. Tehát érdemes megnézni napközben? Nem érdemes, kötelező. Kötelező? Kötelező. És akkor figyeljetek, mert itt van a Bruce Willis háza. Ennyi látszik belőle így a sötétben. Csinálok világítást? Csinálsz nekem világítást? Hát nem tudom, hogy sokat segít-e. De ez eddig a kedvenc sztorim. Tehát ez itt Los Angelesben a boszorkány ház, ahol egy meleg és férfi boszorkánynak. Hát a 21. századi boszorkány gyakorlatilag. Itt a kapu, ennyi látszik belőle a sötétben, ott van valami csobogó, és ilyen meseházikó. Itt egy kis patakocska van. Itt lehet átmenni rajta. És most jön a Los Angeles híres meleg negyede,
azon fogunk keresztül. És itt az étel meg, beképzeljétek el, hogy a pasik egy szál gatyába táncolnak az asztalon. Tényleg? Szerda esti buli. Ez a piros épület az Autómúzeum? Golden Globe múzeum lesz. Ez lesz? Nincs kész, nincs még teljesen kész, most csinálják, és itt fogják tartani a díjátadót is majd. Itt lesz a Golden Globe gála? Igen. Itt a kerítésen túl, a sötétben bugyog egy tó. Próbálom közelebb hozni a kamerát, és hogy lássátok. Érzem az olajszagot. Mit kell erről tudni? A világon az utolsó ilyen tó, ahol még bugyog benne az olaj, és még érezzük is, és ha ide, ott néz, csak ott lehet látni, pont lehet látni, hogy bugyog az olaj. Látod itt a sarkon? Olyan milliárdos... Kicsi mozgás, csak éppen most beindult az öntözőrendszer itt mellettünk. Hogy vigyünk át a... Mert hogy Los Angeles olajban gazdag. Igen, az egész Los Angeles alatt olaj területek vannak, és amikor jöttök a repülőtérről, akkor lehet is látni az olajkutakat, ahogy dolgozzák fel. A híres kandelláberek. Találkozunk legközelebb már Floridában. Sziasztok! Sziasztok!